A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban megnézzük, hogyan ünnepelték a koraszülöttek világnapját a Fejér megyei Szent György kórházban, valamint a Katalin napot a Liszt Ferenc utcában. Emellett beszélgetünk arról is, hogyan lehet segíteni egy Mikulás csomaggal a rászoruló gyerekeken. Tartsanak velünk! November 17-e a koraszülöttek világnapja. Ebből az alkalomból lila színbe öltözött a Fejér megyei Szent György kórház gyermekrészlege, ahol különféle programokkal készültek az érintett családoknak. A koraszülöttek világnapja a korán születettek életéért való küzdelmet állítja a középpontba. Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint a 37. hét előtti szülések koraszülésnek tekinthetők. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a megfelelő felkészüléssel és odafigyeléssel a koraszülöttekből is lehetnek egészséges felnőttek, erre pedig sok más sorstársammal együtt én vagyok a bizonyíték, hiszen én is korábban születtem. A koraszülöttek világnapja az év egyik legfontosabb napja. Ebből az alkalomból a szolidaritás jegyében lila színt öltötte a Fejér megyei Szent György kórház gyermekosztálya. 2011 óta minden évben, november 17-én hívják fel a figyelmet a szakemberek a koraszülés jelentőségére, amely nagy kihívást és terhet jelent az érintett családok számára. 11 héttel előbb jött, tehát 29 hétre született, és 1 kiló alatti súllyal, tehát ő extrém koraszülöttnek számít, és 40 napot volt inkubátorban, és további 10 napot töltöttünk itt Székesfehérváron, az azt megelőző időszakot Budapesten töltöttük, és a Hizlalda időszakot a Székesfehérváron töltöttük, és onnan mentünk haza aztán. Mire hívják fel ilyenkor az orvosok a figyelmet, hogy mire kell jobban figyelni, mit kell ilyenkor tenni? Röviden mindenre. Tehát a légzésétől, a jól lététől kezdve, egészen a táplálásán keresztül, az összes életfunkciójáig. Tehát, hogy minden összerendezett legyen, minden stabil legyen, nagyon sok mindenre. Illetve nem csak mi figyelünk, hanem a kontrollok során az orvosok is figyeltek erre. Ha szabad ilyet kérdezni, hogyan élik ezt meg ilyenkor a szülők? Traumatikus az élmény, amiből nagyon nehéz kijönni, de a család, meg a minket körülvevő közeg nagyon-nagyon sokat tud segíteni, illetve nekem sokat segítettek a nővérek és az orvosok is. És a mai napig sokat segít az, hogy önkéntesként visszajárok a PIC-re, mint a Te hangodat ismerem alapítvány önkéntese, és énekelünk az anyukákkal együtt a babáknak. Milyen tanácsai vannak utolsó kérdésként azoknak, akiknek majd esetleg koraszülöttként fog születni a kisbabája? Ne ijedjenek meg, bízzanak! A születés általában egy csodálatos dolog, a statisztikák alapján azonban körülbelül minden tizedik kisbaba korán születik, amely tény mindig bizonyos kockázatokat hordoz magában. A mai napon, ugye a mai nap november 17-e, 2011 óta a koraszülötteknek a világnapja. Ennek az apropójából szerveztük most ezt a kis rövid délutánt a gyerekeknek. Vártuk azokat a gyerekeket, akik volt koraszülöttek, voltak a szüleiket, a hozzátartozóikat, a kisebbeket, nagyobbakat, akik csak el tudnak jönni. A lényeg ennek a napnak az, hogy ezen a napon forduljunk egy kicsit a koraszülöttek és a családjaik felé, és igenis hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a koraszülés az egy nagyon fontos társadalmi probléma, mégpedig azért, mert ugye úgy gondoljuk, hogy a születés az egy csodálatos dolog, a terhesség, a születés, az újszülött az egy cuki, szép, egészséges, érett kisbaba, de sajnos ez nem mindig így van. Körülbelül minden 10 újszülöttből egy baba korában érkezik, és az sem mindegy, hogy mennyire korán. Ugye vannak a nagyon éretlen koraszülöttek, vannak a késői koraszülöttek, és ugye vannak az érett újszülöttek. Ha valaki minél hamarabb jön a világra, annál több problémája, annál több betegsége lehet, és lesz is
nagyobb valószínűséggel később. De ugye mi arra törekszünk, azért van az egész koraszülöttellátás, hogy minél inkább próbáljuk meg azt biztosítani, vagy az irányba törekedni, hogy minden kis koraszülött próbáljon meg, vagy olyan felnőtt legyen, aki azért egészségesen tud élni, meg tudja élni a felnőtt kort, és megfelelően be tudjon illeszkedni a társadalomba. A koraszülés nem tudjuk. A koraszülésnek az okát legtöbbször nem tudjuk. Nem, van, amikor tudjuk, hogy valószínűleg mitől következett be, de nagyon sokszor nem tudjuk. És ugye mindenki egy traumaként éli meg azt, hogyha ha koraszülött lesz a kisbabája, de ha fölhívjuk erre a figyelmet, akkor talán egy kicsit felkészülnek rá a szülők, és nem éri ennyire váratlanul őket. A mi célunk itt, hogy összehozzuk egy kicsit a családokat, ugye főleg azokat, akik hasonló problémával küzdenek. Próbáljunk egy felhőtlen délutánt biztosítani ezeknek a gyerekeknek tánccal, verssel, arcfestéssel. Meghívtuk Lala Boholcot, aki a humorral gyógyít, és minden héten meglátogatja az osztályunkat. És azt gondoljuk, hogy ezzel egy lépést teszünk afelé, hogy ezek a gyerekek egy kicsit úgy feltöltődjenek, és úgy menjenek tényleg haza este, hogy jó volt ez, jövőre is eljövök, és igenis egy kicsit a mindennapjaikat színesítsük, meg tegyük egy kicsit szebbé. A Szent György Kórház idén is különböző programokkal kedveskedett a koraszülésben érintett családok számára. A legkisebbeket és szüleiket különböző játékos feladatok és bemutatók várták. Ugye ez egy világnap, és egy világnap az mindig egy lehetőség, hogy megálljunk egy pillanatra, értékeljünk együtt a köszönetet is mondjuk, illetve felhívjuk egy terület fontosságára a figyelmet. Azt hiszem, hogy a gyermek az mindig különleges helyet foglal el minden család életében. A koraszülő gyermek talán még inkább, hiszen ott az eleje bizonyára nehéz, és nagy kitartást igényel a picitől is, szüleitől is, és a szakemberektől is. Erre hívják föl itt a kórházban ilyenkor a figyelmet, illetve hívjuk fel a társadalom figyelmét is azzal, hogy például a középületeket ilyenkor rózsaszínre vagy lilára festjük fényfestéssel, ez így történik Fehérváron is, de nagyon jó ötlet volt itt a kórház részéről, hogy egy kis ünnepséget is szervez, ahova meghív szülőket, meghív érintett kisgyermekeket, láttam itt már olyan gyermeket, aki már nem is annyira gyermek, de annak idején koraszülött volt, és azt hiszem, hogy mi nekünk pedig arra ad lehetőséget, hogy megköszönjük a szakembereknek, hiszen ők ilyenkor óriási segítséget adnak a családnak, a legféltettebb kincs a gyermek vonatkozásában, és illetve utána azoknak a fejlesztő pedagógusoknak, akiknek pedig ilyenkor van további szakmai feladatuk, ők is itt vannak most ezen a kis ünnepségen. Úgyhogy Isten értesse őket is, a koraszülötteket is, és a családokat, szülőket egyaránt. Székesfehérvár városa a koraszülöttek világnapja alkalmából fényfestéssel készült. A Vörösmarty Színház csütörtök délután 5 és este 7 óra között lila színbe burkolózott, mely szín ez esetben a reményt és a hitet volt hivatott jelképezni. Felsőváros legendás fertályos asszonyára emlékeztek Katalin napon. A hagyományos találkozón a Liszt Ferenc utca ezúttal is megtelt ünneplőkkel. A hagyományokhoz hűen immáron több mint egy évtizede kiemelt ünnep a Katalin nap, amelyet a fertályos asszony Kocsis Balázs alkott a szobránál köszönt városunk apraja nagyja. A találkozón Földi Zoltán felsőváros önkormányzati képviselője köszöntötte a katalinokat. Azt gondolom, hogy a katalin ünneplésen túl egy kicsit most már a mi városunkban túlmutat az is, hogy a hölgyeket, asszonyokat, lányokat is megünnepeljük és emlékezünk rájuk, és egy kicsit a Katalin névnapba csomagoljuk bele őket. Katalin azon túl, hogy a katalinokat ünnepeljük, azért még egy nagyon míves emberi formát is számunkra nyújt, egy olyan kultúrával, egy olyan hagyományőrzéssel megspékelve a városunkba, ami arra emlékeztet bennünket, hogy a munkába vetett hit miről is szól igazán. Miről szólt ez 100 éve, miről szólt ez 50 éve, miről szól most, és mindenképpen azt kell elmondani, hogy miről fog szólni 50 újabb 100 év múlva, mert azt gondolom, hogy a munkába vetett hittel, a becsületes munkával lehet csak elérni az ember életében sikereket, és kellenek ehhez a megfelelő áldozatok. Én azt gondolom, Katinéni ezt üzeni számunkra, ezt üzente, és most is ezt üzeni, és azt kívánom itt utolsó gondolatként, hogy csak simogassuk és szeretgessük, és egyre inkább évről évre fényesítsük az orrát. A műsort a Tilinkó zenekar és az Albarédia táncegyüttes szenior csoportja szolgáltatta, az eseményhez illő harapnivalóról pedig a Hagyományos Piacokért Egyesület és a Fehérvári Polgárok Egyesülete gondoskodott.
Itt igazából a Katalin a piachoz kötődik, tehát gyakorlatilag itt a mögöttem a piac egyesület, piacosokért egyesület árulja a káposztát, az almát, vagy árulja, kínálja, bocsánat, mi pedig a forralt bort és a teját, meg a zsíros kenyeret. Az egyesületünk találta ki ezt a rendezvényt, Kocsis Balázs szobrászművész alkotta a Katalint, és ő találta ki, hogy legyen egy Katalin nap, és ez annyira jól sikerült, hogy lassan, most nem tudom megmondani, de közel 20 éve minden évben ezt megünnepeljük, és hát elég nagy érdeklődés van mindig, és most kibővítette a város azzal, hogy egy bált is rendez a felsővárosi kultúrházba utána. A Hagyományos Piacokért Egyesület tagjai esztendők óta méltóképpen gondozzák a felsővárosi legenda emlékét. Ez egy olyan hagyomány, hogy ők rendszeresen jártak a piacra, a felsővárosi asszonyok, volt szerencsém ismerni személyesen, és ők saját maguk elkészített árut hozták a piacra, akár zöldségféléket, akár savanyúkáposztát, meg hát ne felejtsük el a fertájt, ami szintén egy nagyon kellő áru volt annak idején, hát sajnos most már ez nincsen, de ezért ez nagyon fontos, ezt ha egyszer visszajönne még ez a fiatalok is, kedvet kapnának hozzá. A találkozón Varga Tamás országgyűlési képviselő és Földi Zoltán felsőváros önkormányzati képviselője egyes szál virággal kedveskedett az ünneplőknek. Az ünnepség után fáklyákkal indultak a táncosok és a Katalin napi bál vendégei a felsővárosi közösségi házba, és útközben a muzsika mellett tánccal vitték hírét a hagyományos ünnepnek. Ismét lehet segíteni a rászoruló gyerekeken egyéb Mikulás csomaggal. Hogy hogyan is pontosan, arról Andi Boholc mesélt nekünk stúdiónkban. Idén is várja a Mikulás csomagokat a város Andi Boholca, aki most itt van velem a stúdióban, szeretettel köszöntelek. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mégis mikor indult el ez a kezdeményezés, mikor is kezdődött a Mikulás csomaggyűjtés. Nagyon köszönöm, Ramona, a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a Fehérvár TV kedves nézőit, és itt meg kell említenem, hiszen mindig megemlítem az én drága anyukámat, a drága Boholc mamát, úgyhogy őt is köszöntjük szeretettel. Ez a Mikulás csomaggyűjtés nagyon-nagyon régóta tart. Ugye nekem a szívem csücskei a fogyatékkal élő sérül gyermekek, őket támogattam már nagyon-nagyon régóta, tehát ilyen 8-10 éve mondhatom, és ugye a halmozottan sérültek Fejér megyei szülői szervezetével volt kapcsolatom, és minden évben mentünk hozzájuk kisgyerekeknek műsort adni, meg kicsit játszani, jókedvre deríteni őket, és ugye kaptak mindig támogatást Mikulás csomag adventi naptár formájában, és egyik évben szólt a vezető asszony, hogy sajnos most nem tudják megtartani a Mikulás ünnepséget, mert nincsen támogatás. Ugye megszűnt az a kapcsolat, az a forrás, ahonnan kapták, és akkor úgy gondoltam, hogy ugye a közösségi oldalom, hát van nagyon sok ismerősöm, szerencsére jó ismerősöm, kedves ismerősöm, és hogy dobjunk már össze, 50 csomagról volt szó, tehát nem egy olyan nagy mennyiség, dobjunk össze 50 csomagot, hogy meg tudjuk tartani ugye a halmozottan sérülteknek ezt a kis Mikulás ünnepséget, és nagyon-nagyon örültem, mert ugye a kedves ismerőseim csatlakoztak, és itt kell megemlítenem, hogy akire emlékszem, a legeslegelső, aki odaír ugye a bejegyzés alá, hogy segít, ő pedig Eberling Timi volt, tehát őt mindenképpen ki szeretném emelni, hiszen az ő írása után, tehát bejegyzése után indult el aztán a csomagáradat, és akkor így évről évre ezt megismételtem, és évről évre egyre több, egyre nagyobb számú csomag érkezett. Igen, akartam mondani, hogy ez azért már elég jól kinőtte magát. Igen, kinőtte, és akkor így úgy döntöttem, hogy egy ilyen keretbe teszem ezt a csomaggyűjtést, és így jött létre a közösségi oldalon az Újra segíthetsz egy Mikulás csomaggal nevű csoport, és tényleg évről évre most olyan 3000-en felüli taggal rendelkezünk, de várjuk nagy szeretettel a csatlakozást,
és ugye minden évben így október végén kiírom, hogy gyűjtőpontokat keresünk, hiszen már tavaly is 1800 darab Mikulás csomagot gyűjtöttünk össze, és 27 fogyatékkal élő sérült helyre látogattunk el, elsősorban intézményekbe, ahol nagyon nagy szükség van ezekre a kis csomagokra, így Mikulás környékén, és bizony egyre több, évente egyre több felajánlás is érkezik, amit nagyon nagy szeretettel fogadunk. Ugye 35 gyűjtőpont van vidéken, és Székesfehérváron pedig 10. Ugye én koordinálom ezt az Újra segíthetsz egy Mikulás csomaggal csoportot, és ugye elég sok feladat van ilyenkor, és bizony mostanában kértem egy Mikulás csomagszámot a csomaggyűjtőpontoktól, és így körülbelül olyan 600 Mikulás csomagnál tartunk, úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek. Ugye december 10-éig gyűjtünk, és én hozzám december 9-én és 10-én kerülnek a csomagok. Olyankor átnézzük őket, és hát ilyen nagyság szerint azért kiválogatjuk, hogy vannak olyan intézmények, ahol nem tudom, mondjuk van 50 fogyatékkal élő gyermek, akkor nagyjából egyforma csomagot kapjanak, és erre azért figyelni kell, és arra is, hogy gyümölcs ne kerüljön a csomagba. Tehát várjuk nagy szeretettel ezeket a Mikulás csomag felajánlásokat az emberkéktől, a bármelyik gyűjtőponton leadhatják, és nagyon-nagyon fognak örülni neki. És amit még az idén gyűjtünk, azok a kinder figurák és matricák, úgyhogy esetleg egy Mikulás csomag kíséretében bármelyik gyűjtőponton leadhatják. Egyébként mik a tapasztalatok, hogy fogadják ezeket a csomagokat a gyerekek? Ó, hát ezt nem is lehet elmondani, tehát látni kell, ezt meg kell élni. Ugye én minden alkalommal, és hát mi minden alkalommal, hiszen nem egyedül vagyok ebben az adomány gyűjtésben, hiszen ott van mellettem a Mikulás, Télanyó, Krampusz, Angyalka, fotós, és akkor így megyünk az intézményekkel, természetesen előtte egyeztetve az intézményvezetőkkel, és mindig egy videóbejelentkezést készítünk, hogy itt vagyunk, ennyi csomagot hoztunk, és az intézményvezetőtől pedig egy pár szóban megkérdezzük, hogy hogyan telnek a napjaik ebben az intézményben, és hogy ha marad még csomagunk, és nagyon reméljük, hogy marad, akkor az idősek otthonában is ellátogatunk, hiszen ott is nagyon nagy szeretettel fogadnak minket, és nagyon örülnek ezeknek a kis csomagnak, a meglepetéseknek. Minden helyen elmondom, hogy ezt nem mi adjuk, hanem a kedves felajánlóknak az adománya, az ajándéka, tehát így tőlük kapták a kedves, nagy lelkű emberektől. A tavalyi évre egy kicsit visszatekintve, akkor pontosan hány csomag is érkezett hozzátok? Tavaly 1800 darab csomagot sikerült összegyűjtenünk, aminek nagyon-nagyon örültünk, hiszen ez volt a rekord, az eddigi rekord. Ugye, mint említettem, hogy évről évre egyre nagyobb a csomagszám, egyre többen csatlakoznak hozzánk, egyre több felajánlás jön, és ez fantasztikus érzés, és az is fantasztikus érzés, amikor átadjuk ezeket a csomagokat, és van egy szlogenünk is, hogy egy csomag egyenlő egy mosoly, tehát minden egyes csomag egyetlen egy mosolyt jelent, egyetlen egy emberke, gyermek arcocskáján. Ugye mondtad, hogy egyre több helyszín, intézmény csatlakozik hozzátok. Mik ezek, hova érkezhetnek ezek a Mikulás csomagok? Igen, vannak ugye a gyűjtőpontok, amit az Újra segíthetsz egy Mikulás csomaggal csoportban lehet látni. Rögtön felül van tehát egy rögzített bejegyzésben, tehát aki felkeresi ezt a csoportot, akkor rögtön ezzel találkozik, hogy mennyi gyűjtőpont van, és hol vannak a gyűjtőpontok. Az is ugye ki van írva. Nagyon-nagyon lelkesek a gyűjtőpontjaink, szerencsére. Vannak régiek, ugye régi motorosok, és vannak minden évben jelentkeznek újak is, nekik is nagyon örülünk, és ugye vannak olyan felajánlások, amik nem kifejezetten gyűjtőpontok, például
egy budapesti nemzetközi cég is gyűjt csomagokat, de hát természetesen ugye ők így a dolgozók körében, és akkor ott Cédulás Felicia a koordinátor, és majd ő fogja nekem eljuttatni ezeket a csomagokat a gyűjtés végén. És ugye itt Székesfehérváron a Teleki Blanka a gimnázium és általános iskola, hosszú a neve, Sziget utcai tagintézmény is gyűjt csokikat, úgyhogy a pedagógusok és a diákok ki van helyezve egy doboz, és akkor oda beletehetik a gyermekeknek szánt csokikat. Ők is most csatlakoztak hozzánk az idén, ugye a diák önkormányzat és a koordinátor Csordás Katalin, és nagyon-nagyon örültem ennek a felajánlásnak is. És hát van egy nem mindennapi felajánlásunk, a Magyar Női Kézilabda Válogatott Szurkolói Egyesülete ajánlotta fel, hogy ők is gyűjtenek csomagokat, és az egyik vezérszurkoló, Jádi Balázs, ő Angliából irányítja ezt a csomaggyűjtést, és nagyon-nagyon örültünk neki, hiszen ez sem egy mindennapi felajánlás. Ugye oda nem lehet így csomagokat vinni, hanem ők így a szurkolói egyesület gyűjtenek így maguk között. Hát azért vannak jó sokan, reméljük, hogy sok csomagunk lesz onnan is. És hát ugye természetesen iskola is gyűjt, a Nádasladányi, Nádasdi Ferenc általános iskola is gyűjt, a Művelődési Ház Sárosdon is, és ugye boltok, fodrászüzletek, hát igen, nagyon sok helyen magánházak, pékség, nagyon sok helyen gyűjtenek, és ami örömteli, hogy az anyaotthonnak is, székesfehérvári anyaotthonnak is érkezett egy nagylelkű felajánlás. Agárdon a Regatta büfé, az Agárdi Parkerdő büfé és a Bayer pékség közösen felajánlottak egy 10 személyes sültes tálat, valamint 4-4 rúd, mákos és diós beiglit. Tehát szerintem ez egy nagyon szép, egy 10 személyes sültes, tehát felajánlás nekik, és akkor így karácsony. Hát majd amikor egyeztetünk, és hogy amikor ők kérik, akkor megkapják ezt a sültes tálat. Ez egy nagyon jó kis felajánlás, és ezzel kapcsolatban szintén a Regatta, Agárdi Regatta büfé és a Baljer pékség szervez egy jótékonysági Mikulás csomaggyűjtés december 5-én, ott a pékség előtt megérkezik a nagy szakálló, és oda lehet vinni egyébként a nekünk szánt Mikulás csomagokat, hiszen a télapó összegyűjti, de hát ugye várják az emberkéket finom bográcsolással, meg mindennel, és természetesen a télapó meg fogja lepni az odaérkező gyermekeket is, de hát ugye a cél az, hogy nekünk is ugye Mikulás csomagot hozzanak, és fellép majd még a Puliszka zenekar is, egy gyermekzenekar, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fog sikerülni ez a rendezvény, és december 5-én lesz 16 órától 19 óráig. És ami már volt rendezvényünk, ez is egy nagyon-nagyon fantasztikus felajánlás, hiszen mindjárt mondom, az Úrhidai Táncimádok, igen, egy nagyon-nagyon kedves gyűjtőpontunk, és nagyon régi gyűjtőpontunk, Szabó Zoltán Erika, az Úrhidai Táncimádok Line Dance Country Klubnak a vezetője, ha jól mondom, igen, fejből ezek a hosszú címek, és nem igazán mennek, és ők rendeztek egy jótékonysági táncestet a Szabadbattyáni Művelődési Házban, ahova ugye egy minimum egy Mikulás csomag volt a belépő, ez is nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon-nagyon köszönjük az Úrhidai Táncimádoknak, és természetesen a Művelődési Ház vezetőjének is, Márkusné Motko Anettnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta természetesen jótékonyságból ezt a Szabadbattyáni Művelődési Házat. Hogyan jutnak el egyébként a gyerekekhez ezek a Mikulás csomagok?
Milyennek az útja? No, hát ennek az útja, ugye 9-én, december 9-én, 10-én úgy már körvonalazódik, hogy mennyi Mikulás csomag gyűlt össze, és bizony én csak ezek után tudom felhívni az intézményvezetőket, és ugye most 9-én, 10-e, és akkor reményeim szerint 12-től visszük ki, tehát azon a héten, ugye ilyenkor szabadságot vesznek ki a segítőim, én mindenhol ott vagyok, hiszen ugye hát én szervezem, így szerényen mondom ezt, meg ugye én beszélem le, és egyeztetek az intézményvezetőkkel, és ugye próbálom úgy beosztani az időt, hogy oda is érjünk, tudjunk videót készíteni, és tudjunk fényképeket is készíteni. Természetesen, ahol nem lehet ugye szembefotózni őket, akkor hátulról, de természetesen mindig ki van rakva, az Újra segíthetsz egy Mikulás csomaggal csoportba dokumentálva van minden, hogy jó helyre kerülnek, nézzék meg az emberek, hiszen tényleg nagyon jó érzés látni azt is, hogy hova kerül a csomag, amit ő felajánlott. Akkor bizony még van pár napja annak, aki segíteni akar. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm én is. Köszönöm, és puszi, és mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket kívánok, hogyha addig nem találkoznánk, és várjuk szeretettel egy csomag is. Ugye egy a csepp az is nagy a tengerben. Segítség. Igen, igen, nagyon nagy segítség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszi. Ez volt már az Együtt magazin. Tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.